Az elmúlt hetekben Jézus a végidőkről, az utolsó időkről, a visszatéréséről mesélt, és ennek a részleteibe avatta be a tanítványait, és a végidők csúcspontja az majd az lesz, hogy Jézus visszatér. Ezt megígérte nekünk, hogy vissza fog térni. Viszont arra vonatkozólag, hogy mikor lesz ez az időpont, hogy mikor fog pontosan ez bekövetkezni, arra vonatkozóan nem adott konkrét választ. Ezt így nyitva hagyta ezt a kérdést. És azt mondta, hogy nektek sokkal fontosabb azt tudni, hogy hogyan kell élni mindaddig. Nem az a kérdés, hogy én mikor jövök vissza. Sokkal fontosabb az, hogy álljatok készen. És éljetek úgy az életeteket, hogy erre készen álljatok. Adott egy ilyen figyelmeztetés, hogy vigyázzatok és álljatok készen. De mégis hogy kell? Hogy kell készen állni? Hogy kell olyan életet élni, hogy készen álljunk mindenre? Nem tudom, hányan voltatok, hogy elmentetek már az IKEA-ba, és vásároltatok egy nagy szekrényt, de persze lapra szerelve. És akkor azt mondják, hogy tessék, akkor szereld össze, készítsd el. Ott van benne minden a dobozban. Jó, de hogy? De mégis hogyan? És akkor mi az első? Előveszem a szerelési útmutatót. Valljuk be, nagyon nagy bajban lennénk még mi férfiak is, hogyha nem lenne szerelési útmutató, és nem látnánk, hogy ezt hogyan kell csinálni. És hála azért, hogy Jézus meghallotta ezt a, lehet, hogy ki nem mondott kérdést, hogy oké, de mégis hogyan? Meghallotta ezt a kérdést, és mondott három példázatot. És valljuk be, hogy ez a három példázat, amit az elmúlt hetekben néztünk végig, ez a három példázat egy nagyon hasznos útmutatás arra vonatkozik, hogy hogyan éljük az életünket, hogy hogyan tudunk úgy élni, hogy készen álljunk. Egy nagyon komoly életvezetési segédletet kaptunk ezek a tanítások által. Ugye megláttuk azt, hogy van egy küldetésünk, van egy feladatunk, van egy küldetése az életünknek. És ez az, hogy nem szabad, hogy kimerüljön az életünk egy önös, egoista, csak magunkra figyelésben, hanem forduljunk oda mások felé. Hogy lássuk meg, hogy az emberek éheznek a szellemi igazságokra, éheznek Isten igényére, és a küldetésünk az, hogy továbbadjuk Istennek a jó hírét, továbbadjuk az evangéliumot, hogy feléjük forduljunk, és hűségesen álljunk bele abba, hogy hirdessük feléjük az evangéliumot, így az életünkkel, a szavainkkal. Aztán a második ilyen tanításban megértettük azt, hogy fontos az, hogy megismerjük az Istent. Mert kapunk tőle egy olyan kimerítetetlen isteni muníciót, ami nélkül nem lennénk képesek erre az életre. És ez a Szentléleknek az ajándéka, a Szentléleknek a kenete, aki egy ilyen természetfeletti módon felruház minket, hogy tudjunk szeretni, tudjunk mások felé fordulni, tudjunk megbocsátani, és tudjunk egy olyan életet élni, amihez valljuk be kell ez az isteni muníció. És a harmadik példázatban pedig azt láttuk meg, hogy fontos, hogy megismerjük önmagunkat is, hogy vegyük észre a talentumainkat, az Isten által belénk ültetett tehetséget, a nekünk adott lehetőséget, és éljünk ezekkel az erőforrásokkal, használjuk ki ezt, mert csak ezek által fogunk tudni, így az Isten által számunkra eltervezett életet élni. Csak így tudjuk ezt megvalósítani. Na, ennyit így visszatekintésül, és a mai szakasztal elérkezünk a Máté 25-nek az utolsó részéhez, az utolsó verseihez. És hogy mi ennek a jelentősége? Képzeljétek, hogy ezek az utolsó szavak, amiket Jézus így mond a tanítványának. Ez az utolsó tanítás, amit Jézus így átad a követőinek. Ez utolsó ilyen formális prédikáció, hogyha úgy tetszik. Szóval ezért ez egy nagyon, nagyon különleges tanítás. Szeretném, hogyha erre fölkészülnénk, és így fogadnánk, és így hallgatnánk ezt az üzenetet. Ha szeretnétek követni, tehát Máté 25 és a 31. verssel kezdjük. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. És most csak ezt az egy mondatot olvasom fel egyelőre. Szeretném, hogyha észrevennénk egy nagyon mély és nagyon durva kontrasztot Jézus szavai és a közelgő események között. Nézzétek csak, tudjuk, mi már tudjuk, mert ugye mi nekünk a lehetőségünk ott van, hogy lapozzunk egyet, és akkor olvassuk tovább az evangélium eseményeit. Tudjuk, hogy néhány nap múlva Jézus keresztre fogják feszíteni, és megölik. És ennek ellenére arról beszél, hogy visszatér, és egy trónon ül majd, és uralkodik.
Látjátok, micsoda erős kontraszt. Tudjuk, hogy pár óra múlva Jézust a vallási vezetők, a nagy tanács és a világi hatalom is el fogja ítélni, és a római birodalom kimondja, hogy, hogy bűnös, és elítélik, halálra ítélik. Itt mégis arról beszél, hogy egy napon ő fogja megítélni az összes nemzetet. És tudjuk, hogy most csupán néhány rémült tanítvány veszi őt körül, és órák múlva még ezek a rémült tanítványok is így szétrebbennek körülötte, és eltűnik mellőle a támogatói csapat. Mégis a visszatéréséről beszél, amikor egy hatalmas tömeg, és az összes angyal kíséri majd, és ott áll mellette. Én látjátok, érzitek ezt a nagyon, nagyon durva kontrasztot? És el kell mondanom, hogy ezeket az állításokat hallva eljutunk egy pontra. Eljutunk egy olyan pontra, amikor döntenünk kell Jézus személyéről. És ahogy körülnézek itt a teremben, nem tudom, hogy álltok így a megtérés folyamatában. Lehet, hogy itt mindenki döntött már, és bizalmat szavazott az Úr Jézusnak. De lehet, hogy valaki ezt így a nagyobb gyülekezetünkön keresztül, így online hallgatja ezt a bibliórát, és hogyha nem tértél meg, de komolyan dolgozol rajta, és szeretnéd az értelmeddel is elfogadni Jézust, akkor ez lehet, hogy segíteni fog. Tehát ahogy mondtam, ezen a ponton egy forduló pontra érkezünk. Tehát Jézus nagyon szimpatikus, egy szerethető figura. Hihetetlenül mély tanításai vannak, amik így évezredeken keresztül fennmaradtak, és hatással volt nagyon sok ember életére. Megváltoztatták a gondolkodásunkat. Ezen felül ugye csodákat tett, gyógyított, démonoktól szabadított meg embereket. És el kell ismernünk, hogy valódi hatalommal rendelkezett. Ezért abban mindenki egyetért, a világ bármely táján, bármilyen vallás képviselve, hogy Jézus egy valódi, egy nagy, hatalmú, egy nagyon bölcs tanító volt. És nagyon sokan itt megállnak, és nagyon sokan azt mondják, hogy igen, ezt elismerem. De amit itt mond, az már túlmegy egy tanító szerepem. Azt állítja, hogy ő az Isten. Hogy bár a jelenlegi körülmények nem azt mutatják, de higgyük el neki, hogy ő az Isten, aki örökké él, és vissza fog jönni. És lehet, hogy a jelenlegi körülmények az a tök az ellenkezőjét mutatják. De ő az Isten, aki vissza fog térni, és ő fog uralkodni, mert ő az Isten fia. És ez egy olyan radikális kijelentés, ami nem engedi meg, hogy Jézust továbbra is benne tartsuk ebben a ő egy jó tanító, ő egy hatalmas tanító kategóriában. Értitek ezt? Itt nekünk ezen tovább kell lépni. Ő maga nem akarja, hogy ebben a képben tartsuk meg. És ezzel elérkeztünk C.S. Lewis, nyilván sokan ismeritek, és szeretitek, C.S. Lewisnak a trilemmájához, aki egy nagyon nagy gondolkodó volt, és a trilemma pedig hát ugye egy dilemma, ami nem csak A és B között kell döntenünk, hanem három verzió között kell logikailag állást foglalnunk. Na tehát, mi volt C.S. Lewisnak a trilemmája? Az, hogy három lehetőségünk van Jézussal kapcsolatban. Az első lehetőség az, hogy ő hazug. Tehát tudatosan becsap másokat. Hogyha Jézus nem volt Isten fia, de mégis ezt állította, akkor szándékosan vezette félre az embereket. Akkor viszont hogyan lehetne őt egy nagy erkölcsi tanítónak nevezni, hogyha nem mondott igazat? Hogyha olyant állít magáról, ami nem igaz. Viszont figyeljetek, Jézus életének minden aspektusa, a tanításai, a példamutatása, az áldozatkészsége, a szeretet, amit mutatott, az ellentmond ennek az opciónak. Egy szándékos csaló az nem áldozná fel az életét a barátaiért, a testvéreiért, ahogy Jézus tette. Jó, tehát akkor azt, hogy hazug, azt engedjük el. Akkor mi a másik opció, hogy akkor őrült? Tehát, hogyha tényleg hiszi, hogy ő az Isten, elhiszi magáról, közben nem az, hát akkor mentális problémával küzd. Figyeljetek, viszont egy ilyen ember azonban nem lenne képes arra a következetes, bölcs, mély tanításokra, amelyeket Jézus adott, és nem gyakorolna ilyen mélyreható és pozitív változást emberek életében. És ráadásul Jézus olyan szintű erkölcsi tisztaságot és érzelmi stabilitást mutatott, amit egy mentálisan sérült ember sose tudna. Tehát elvethetjük azt is, hogy Jézus ha nem hazug, és nem is őrült. Akkor mi a harmadik opció? C.S. Lewis arra jutott, hogy ha Jézus nem hazudott, és nem volt őrült, akkor az egyetlen logikus
következmény, vagy egyetlen logikai lehetőség az, hogy igazat mondott, hogy valóban ő az Isten fia. Viszont ha ezt elismerem, ha ezt kimondom, hogy valóban Jézus az Isten fia, akkor ez az egész életemre nézve komoly következményeket hoz. Mert akkor elfogadom, hogy minden, amit mondott, az igaz. És elfogadom, hogy ő az Isten. És átadom az életemet neki. És megbízok benne. Úgyhogy szeretnélek így, hogyha így logikailag dolgozol, és így szeretnéd megérteni, és a hitedben ezen a ponton jársz, akkor remélem, hogy ez segít. Na, de mi térjünk vissza a mai napi tanításhoz, illetve ehhez a történethez, és a 31. verset, ismét felolvasom, és akkor most végig fogunk nézni egy kicsit hozzabb szakaszt. Az egész példázatot felolvasom. Gyertek, kövessétek! Tehát amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet. Ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni? Jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Eddig ez a jézusi példázat. És ahogy említettem, ez Jézusnak az utolsó tanítása. És mennek a viták, hogy ez valójában tényleg egy példázat, vagy pedig nem egy példázat. És arra jutottam, és mások is ebben erősítettek meg, hogyha úgy definiáljuk a példázatot, hogy ez egy földi történet, aminek mennyei jelentése van, akkor ez nem egy példázat. Mert vagy legalábbis egy nagyon különleges. Hát milyen legyen, hát Jézusnak ez az utolsó tanítása, akkor ez különleges lesz. Tehát ebben az illusztrációban Jézus így megfordítja a képet. És azt mondja, hogy nem egy földi történetet mondok, aminek lesz mennyei jelentése, hanem mond egy mennyei történetet, aminek földi jelentése van. Megfordítja a képet. Tehát egy mennyei történetnek ad földi jelentést, amely itt és most cselekvésre késztet minket. Ezzel kezdődik is, hogy amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, na, Jézus végre eloszlatja a kételyeket. Ugye hetek óta hallgatjuk a tanításokat, és hallgatjuk ezeket a példázatokat, és volt benne egy király, volt benne egy úr, aki valami feladatot ad, vagy talentumokat ad, vagy valami küldetést, utána elmegy, és megígéri, hogy vissza fog jönni. És most ünnepélyesen bejelentem, hogy így a függöny lehull. Doppergés kérnék, dicsőítő csapat, valaki így pörgesse. Köszönöm! Ez a király, ez az Úr, ez nem más, mint az emberfia, Jézus Krisztus. Ő az, aki elment,
de visszatér. És egy nagyon fontos esemény lesz így az első dolog, amit ő meg fog tenni. Az első dolga az lesz, hogy megállunk majd előtte, és ítéletet fog hirdetni. Ítéletet fog tartani. És figyeljetek, Krisztus trónja az ő ítélőszéke elé fog állni mindenki, minden ember. Azt mondja az ige, azt mondja Jézus maga, hogy minden ember meg fog állni Jézus előtt. És nem egy, tudjátok, milyen elképzelések vannak, hogy van ilyen nagy erő, egy isteni hatalom, egy ilyen arctalan személy, majd oda fogunk állni. Nem egy ilyen ködös felsőbb hatalom, hanem Jézus Krisztus lesz az, aki ott ül a trónon, és szemtől szembe fogunk vele találkozni. Jézus lesz az, aki előtt megállunk, és aki ítéletet fog hirdetni. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez elég meghökkentő, ez azért így kemény. És nézzétek, Pál is meghökkentett néhány nagyon tanult görögöt annót, az Areopágoszon, nem tudom, mennyire emlékeztek erre a történetre, amikor így bejelentette ezt. Ez az Apcsia 17-ben van megírva. Így szól, hogy azért Isten rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott neki, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Jézus lesz az a kiválasztott, az Isten fia, aki előtt így megállunk, aki ítéletet hirdet az egész föld fölött. És eljön egy nap, amikor Jézus lesz a bíró. És másodszorra már nem megváltóként jön el, hanem úrként, és uralkodni jön. És az első dolga az lesz, hogy ítéletet hirdet. Viszont nagyon érdekes, hogy ebben a történetben Jézus nem csak emberfiaként, nem csak királyként és bíróként mutatkozik be, hanem pásztorként. Pásztorként is. Akinek van egy hatalmas nyája, és a juhok között vannak kecskék is. Na, kezdünk megérkezni, így az agráros témák mindig közel állnak hozzám. Itt van egy nyáj, vannak benne juhok és kecskék, és ez tök jó. Igazán nem volt különleges dolog, nem volt a Biblia időkben, de ugyanúgy mind a mai napig nem különleges dolog, hogyha van egy nyáj, vannak juhok, akkor ott vannak közötte kecskék is, és így együtt tartják, együtt legeltetik őket. És ennek az egyik legegyszerűbb magyarázata az, hogy a juhok, ahogy legelésznek, ők nagyon szeretik ezeket a lágyhajtású kis füveket, meg kis növényeket legelni, viszont minden mást ott hagynak. Tehát ami egy kicsit ilyen szúrósabb, vagy kicsit ilyen bozótosabb dolog, ők azt nem legelik le. Viszont ha ott vannak a kecskék, na azok aztán mindent is visznek. Olyan, mint a piros hetes, tehát az mindent is visz. Onnan egy lelegeli a bozótot, a cserjét, sőt, hogyha föl tudna mászni a fára, még azt is lelegelni. Tehát a juhok azok ilyenek. És akkor itt szeretik így a legelőt karban tartani, hogy ne bozótosodjon el, ne szaporodjanak fel a cserjék, így lelegeltetnek mindent. Na, erre tök jók, hogy ott vannak a kecskék is. Viszont, ha egy juhászatba elmentek, akkor azt látjátok, hogy ahogy visszahajtják őket a hodályba estére, akkor a juhokat külön és a kecskékkel külön szedik. És Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy eljön a nap, amikor az emberfia is így szét fogja választani a juhokat a kecskéktől. És ebben a történetben a juhok az Isten népe. És a kecskék pedig azok, akik nem tértek meg. A kecskék azok, akik elutasították Istennek az üzenetét, és nem születtek újjá. És most még együtt vannak, de lesz egy olyan nap, egy olyan idő, amikor így szét lesznek választva. A juhok jobbra, a kecskék pedig balra kerülnek. És van jelentése ezeknek az oldalaknak is. A jobb oldal, hogyha ezt halljátok, hogy gyere, ülj az oldala, ülj a jobbomra. És hogy a jobbra választják, az azt jelenti, hogy az a tisztesség, a megbecsülésnek a helye, a jobb oldal, az a tisztesség és megbecsülés oldala. Míg a bal oldal az a szégyen és az elutasítottságnak a pozíciója. Mindannyian jól ismeritek neves költőnk és előadó művészünk Lukácsi Laci számát a Tankcsapdától. Ő is már megénekelte, hogy aki a pokorra kíván jutni, annak balra a második ajtó. Nem véletlenül, milyen biblikus üzenetet mond itt Lukácsi Laci ebben az énekben. Balra a második ajtó. Bal vagy jobb? Itt nincs ilyen köztes út. Nem állhatsz meg középen. Nem mondhatod azt, hogy én se bal, se jobb, én itt ilyen köztes úton. Nincs harmadik lehetőség.
És mi ezerféleképpen kategorizáljuk az embereket. Annyiféleképpen etnikai, vallási, mindenféle hovatartozástól függően ezerféleképpen tudunk kategorizálni. És Jézus azonban két nagy kategóriáról beszél nekünk. Juhok és kecskék. Megváltottak, és még meg nem váltottak. Megváltottak és elveszettek. És ma még együtt vannak. Ma még ezek a megváltottak és az elveszettek együtt vannak. Együtt járnak iskolába, együtt dolgoznak ugyanazon a munkahelyen, együtt laknak egy városban, együtt járnak ugyanabba a bevásárlóközpontba, együtt járnak ahhoz az orvoshoz, és mondhatnám még a példákat. Így együtt vannak. És elgondoltatok már rajta, hogy mikor valakire ránézzel, hogy ő meg van váltva. Belegondoltatok már ebbe? Láttátok már így az embereket? Jézus lehet azt mondja, hogy így kellene, vagy így is kellene látnunk az embereket. Hogy meg van váltva, vagy még elveszett állapotában van. És lehetőségem van arra, hogy beszéljek vele. Lehetőségem van arra, hogy megosszam vele az evangéliumot. Lehetőségem van arra, hogy abból az elveszett állapotból a megváltottba kerülhessen ő is. Figyeljetek, hogyha Isten láthatóvá tenni ezt a vonalat ma, amely így megkülönbözteti az embereket, akkor te melyik oldalon lennél? Reméljük, hogy mindenki a jobb oldalon. Ha még nem állsz a jobb oldalon, akkor mennyire szeretné ott állni? Mennyire szeretné oda kerülni? És hogyha a jobb oldalon állsz, akkor mit érzel a bal oldalon állók felé? Figyeljetek, mondtam, hogy ez egy mennyei történet, aminek földi jelentése van. Ezt itt és most éljünk ezzel. Mit érzel azok felé, akik a bal oldalon állnak? Mert mi történik? Milyen reakciót, milyen hívást kapnak a jobb és a bal oldaliak? Nézzetek, akkor így szól a király jobb keze felülállókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mit hallanak a kecskék? Hogy akkor szól a bal keze felülállókhoz is, menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. És figyeljük meg a különbséget a kettő között. Jöjjetek, és menjetek. Áldottak, és átkozottak. Örököljétek az országot, vagy osztozzatok az ördögnek szánt helyen. Az egyik oldalon ott van a meghívás, az áldás, az örökség. És a másik oldalon pedig azt hinnénk, hogy ennek az ellentéte, ennek a negatív párja, ennek az ellenkezője. De szeretném, hogyha meglátnánk, hogy ez miért nem teljesen igaz. Megértetem, hogy mire gondolok. Szerintetek mi a fénynek az ellentéte? Mi a fénynek az ellentéte? A sötétség. Aki tudja a választ, az ne jelentkezzen. Figyeljük, a fénynek az ellentét az nem a sötétség. A fénynek a hiánya a sötétség. Amit itt Jézus mond, az, hogy ők nem egy ellentétes oldalra kerülnek, hanem Isten hiányába fognak kerülni. Az az áldás, ami az ő lényéből fakad, abból nem tudnak részesülni. Az az örökség, ami a megváltás után a miénk lehet, ők arra mondanak nemet. Értitek? Tehát Isten nem csinált egy ilyen negatív dolgot, hogy akkor nesztek, jól megátkozlak titeket, és akkor irány a pokol. Hanem azt mondja, hogy ti ezt választottátok, akkor én ezt tiszteletbe tartom, és akkor egy olyan helyre kerültök, ahol én nem vagyok jelen. Viszont lássuk meg, sokan felhozzák azt érnek, hogy én nem vagyok hajlandó egy olyan Istenben hívni, aki teremtett egy pokolt azért, hogy oda jó beküldje az embereket, és jól megbüntesse őket. Ebben az igében is annyira jól látszik. Azt mondja, hogy ez az ördögnek és az angyalainak fenntartott hely. És ez annyira szomorú, hogy emberek nem hallják meg Istennek a hívását, nemet mondanak az ő szeretetére, nemet mondanak az a megváltás örömüzenetére. És így elutasítják, és nemet mondanak mindenre. És Isten azt mondja, hogy annyira sajnálom. De ha nem kész belőlem, akkor te oda kerülsz, ahol én nem vagyok jelen. És ez a pokol Istennek, ahol nincs jelenléte.
És ez egy szörnyű állapot, ez egy szörnyű hely. Föl se tudjuk fogni, hogy ez milyen. Figyeljetek, sokan azt mondják, hogy Isten nincs jelen itt a világban. Hogy itt végül is jól el vagyunk Isten nélkül is. De ez nem igaz. Isten jelen van még a világunkban. Ha nem lenne itt, akkor így szörnyet halnánk. Nekünk a közegünk, minden embernek a természetes közege az, hogy Isten jelenlétében élni. És hogyha valaki erre azt mondja, hogy én nemet mondok, akkor egy olyan helyre kerül, ahol azt mondja, hogy ott nem lesz ott az Isten. És ez egy szörnyű állapot, ez a legnagyobb tragédia a világban, hogy emberek végül oda kerülnek. És Jézus ezért így erőteljesen figyelmeztet minket erre. Senki nem beszélt ennyit a pokorról és az ítéletről, mint maga Jézus. És lehet, hogy nem annyira PC így beszélni a pokorról és az ítéletről, de Jézus azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Ez elemi fontosságú, hogy döntsetek, mert ez egy szellemi valóság. Szóval gondolkozz el ezen, és most fogadtuk el, hogy minden, amit mond és Jézus, az igaz. Jó, tehát, hogy így fogadjuk ezt el. Na, és akkor most jön az a rész, ami miatt sokan félreértik ezt a történetet. Nézzétek, Jézus megelmíti a juhok, tehát a megváltottak cselekedeteit, hogy enni adtak, inni adtak, befogadtak, felruháztak, gondoskodtak, meglátogattak. A bal oldalon pedig nem tették ezeket. És sokan ez alapján arra a téves következtetése jutnak, hogy hát akkor Jézus azt tanítja, hogy az örök életünk azon múlik, hogy hogyan fordulunk oda a szegények felé, és hogyan bánunk a rászorulókkal. De ez a gondolkodás így nagyon félre tud minket vinni. Szeretném így, ezt így megértetni és helyre tenni. Tehát ez a gondolkodás félre visz, mert ez azt jelenti, hogy az üdvösség az a jó cselekedeteken alapul. De ez nem így van. Ez nem így van. A Biblia azt tanítja, hogy senki nem kerülhet a mennybe. Senki nem üdvözülhet, nem dolgozhat meg az üdvösségéért. Egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Ugye most volt 10 nappal ezelőtt volt a reformációnak a világnapja, és október 31-én arra emlékeztünk, hogy Luther és a többi reformátor ezt nem ők találták ki, félreértés ne essék, ők erősítették ezt meg ismét, hogy rázzuk fel magunkat, és lássuk meg, hogy egyedül hit által, egyedül kegyelemből. Sola fide, ez az egyedül hit által, sola grácia, egyedül kegyelemből, és solus Christus, egyedül Krisztus. Vegyünk észre valamit ebből a két csoportból, hogy ők juhok és kecskék. És az ő szétválasztásuk az nem azon múlt, hogy ki mit csinált, hanem a szétválasztásuk azon múlt, hogy ők juhok vagy kecskék. Értitek? Nem a cselekedeteik miatt, hanem azért, amik. Egészségede. Igaz is. A cselekedeteik azok csupán a természetüket mutatta meg. És egyszerűen nem tudtak máshogy viselkedni, egyszerűen nem tudtak másként cselekedni, mint juhok vagy kecskék. Oké, elfogadtuk, megértettük, de akkor hogy lehet valakiből juh, és hogy marad valaki kecske? Tehát lehet tenni esetleg ezért valamit? Figyeljetek, ott az ítéletnél már nem. Ott az ítéletnél már vagy juh, vagy kecske. Viszont ezzel nekünk most itt kezdeni kell valamit. És ez ennek a mennyei történetnek a földi jelentése. Szóval, beszédesek ezek az állatok. Megértettem, jó, lehet, hogy kicsit hosszas lesz a gondolat, de remélem, hogy át fog menni az üzenet. Beszédes ezeknek az állatoknak az, hogy ez milyen állat is valójában. Egy oldal ott van a juh. Ugye milyen a juh? A juh az egy tiszta, az egy drága állat, az egy alázatos, az egy Istennek kedves áldozat. Míg ott van a kecske, aki viszont a Bibliában rengetegszer a bűnnek a jelképe. Ugye volt a bűnbak, ami szintén egy kecske, amire ráolvasták a bűnt, és elzavarták a pusztába. Tehát ez a két kép, a juh és a kecske. És a Biblia a legmeghatóbb üzenete, hogy Jézus az Isten báránya. Jézus az Isten báránya, ő az a tökéletes áldozat, aki értünk adja önmagát, hogy mi élhessünk. Féltek a Róma 3-ból, így olvassuk, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. És látjátok, benne van a kegyelem,
benne van a Krisztus, benne van az engesztelő áldozat azoknak, akik hisznek. És mi az eredménye? Róma 8:1. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Figyelj, ha Krisztusban vagy, akkor hozzá tartozol, és azt fogod hallani, hogy jöjj. Jöjj, drága gyermekem, te áldott vagy, és öröklöd azt az országot, ami kezdetektől neked volt tervezve. Belekerülünk ebbe az állapotba, ebbe az identitásba, és örökösei lettünk az Isten királyságának. Galata 3:26-27, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, aki Krisztusban megkeresztelkedtek, Krisztust öltöttétek magatokra. És itt szeretném azt aláhúzni, hogy Krisztust öltöttétek magatokra. Figyeljetek, mi vagyunk ezek az emberek, mi vagyunk ezek a juhok. És említettem, hogy vicces, hogy egyszer örülni fogunk annak, hogy minket birkának neveznek. Mert mi vagyunk, mi lehetünk azok a juhok, akik ebben a példázatban az Isten népe. Szóval, hogyha valaki lebirkáz legközelebb, ennek örülj, és ne háborodj fel rajta, jó? De valljuk be, hogy semmivel sem vagyunk jobbak, mint a kecskék. Semmivel sem vagyunk jobbak, mint bárki más. Csupán beláttuk, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. Beláttuk, hogy szükségünk van Isten kegyelmére, és a megváltás csodáján keresztül így Krisztust öltöttük magunkra. És az a meglepő dolog történik, figyeljetek, az a meglepő dolog történik ott az ítéletnél, hogy Isten ránk néz, és mit lát? Juhoknak lát minket. Bárányoknak lát minket. Azért, mert mi Krisztust öltöttük magunkra. Azt mondja, hogy jól van, te kis juh. Te el vagy rejtve az én fiamban. Én benned az én fiamat látom. Gyere ide jobbra, és örököld az én áldásaimat. Érzitek? Ezért lehetünk juhok. Ezért lehetünk Istennek a gyermekei. Ez mekkora kiváltság és mekkora áldás. Mikor Isten azt mondja, hogy én rajtad Jézus látom. Én rajtad az én fiamat látom. És igen, mi is kecskék voltunk, de Isten kegyelméből az Isten bárányát öltettük magunkra. És így lettünk juhok. Na és mit csinálnak ezek a juhok? Ugye azt olvasok, hogy a juhok táplálnak, menedéket adnak, gyógyítanak, és megvigasztalják a gyengéket. Tehát ezek a juhok a cselekedeteikben is Jézusra hasonlítanak. Az első tanítványokat tudjátok, hogyan hívták? Kicsi Krisztusok. Úgy nevezték őket, hogy kicsi Krisztusok. Mert az életük, a viselkedésük, az, hogy szeretettel fordultak egymás felé, az, hogy irgalmasak voltak, hogy tudtak megbocsájtani. A viselkedésük és az egész életük azt tükrözte, hogy milyen volt Krisztus. És a keresztény szó, lehet, hogy most valakinek újdonságot mondok, az nem a kereszt szóból származik. A keresztény nem azért vagy keresztény, mert ez a kereszt szóból származik, hanem azért vagy keresztény, mert te Krisztushoz tartozol. Ennek a szónak a jelentése. Ez a krisztiános szó. Krisztus követője vagy, Krisztushoz tartozol. És ezt a nevet nem ők találták ki maguknak. Ezt a nevet, tudjátok, a pogányok aggatták így az első keresztényekre, vagy az első tanítványokra. Azért, mert figyeljetek, olyan mások vagytok. Ti olyanok vagytok, mint ez a Krisztus, akit követtek. Ugyanúgy éltek, úgy szerettek, úgy megbocsátotok egymásnak, olyan irgalmasok vagytok, akárcsak Jézus. És ezért megnyerték ezt a nevet, és ez mekkora csodálat, és mekkora kiváltság, hogy Krisztus nevét adták nekünk is. És van itt még egy érdekes dolog. Jézus azt mondja, hogy nem csak, hogy egy csomó jót tettek, hanem hogy mindezt velem tettétek. Ezt olvastuk fel, hogy éhes voltam, és inni adtatok nekem. Szomjaztam, és innom adtatok. Idegen voltam, és befogadtatok. Mesztelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és gondoskodtatok rólam. Börtönben voltam, és meglátogattatok. Hát meg is lepődtek, hogy de hát nem is láttunk téged. Hát mi hogy tettük volna ezeket veled? Hát nem is voltál ott. Ezt nem veled tettük.
És nem tudom, mennyire emlékeztek Saulnak a történetére. Saul nem az ószövetségi Saul, hanem az új szövetségi Saulnak a történetére, akit már Pál apostolként ismerünk sokkal inkább. És Pál, akkor még Saul néven futott, ő ugye egy farizeus volt, és ő volt a legvérszomjasabb, a legelszántabb keresztény üldöző, így a karrierje korábbi szakaszában. És Saul gyakorlatilag abban élte ki az ő Isten iránti odaszántságát, hogy városról városa járt, és gyűjtötte be a keresztényeket, és börtönözte be, vagy esetleg küldte a halálba, csak azért, mert elfogadták, hogy ezek az emberek Krisztust, Jézus Krisztust vallják az Isten fiának. Tehát ő üldözte őket. Viszont a damaszkuszi úton történt valami. A damaszkuszi úton haladva egyszer csak nagy fényességet, ilyen vakító fényességet látott, leesett a lováról, teljesen lebénult, és egy hangot hallott. Jézus megszólította, és azt mondta neki, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Emlékeztek erre a történetre? Miért üldözöl engem? És ő megkérdezte, hogy ki vagy, Uram? És mondta, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Nyilvánvalóan nem Jézust üldözte, hanem a tanítványokat, a keresztényeket. De Jézus ott élt bennük. Jézus ott élt bennük, és Jézus ezzel azt mondja, hogy ő teljesen azonosul a tanítványaival. Ő azonosul velem, és azonosul veled. És hogyha téged üldöznek, akkor őt üldözik. Hogyha te szomjazol, akkor ő is szomjazik. Hogyha te éhezel, akkor ő is éhezik. Hogyha téged elutasítanak, akkor őt utasítják el. Ő ilyen módon teljesen azonosul velünk. Figyeljetek, szülőként, hogyha bármelyik gyerekemet bántják, vagy bármelyik gyerekemet elutasítják, akkor én is ugyanazt érzem. Engem is ugyanazok az érzések kerítenek hatalmukba, és ne legyen senkinek kétség, hogyha az én gyerekemet bántják, akkor engem is bántanak. És akkor ezt nem hagyom szó nélkül. És Isten azt mondja, hogy figyelj, hogy ezt veled teszik, akkor ezt velem teszik. Ez micsoda bátorító, micsoda megerősítő gondolat. És hogyha valami fáj valamelyik gyerekemnek, akkor az nekem is fáj. Hogyha őt öröm éri, akkor az nekem is öröm. És azt mondja, hogy sokkal, de sokkal inkább, mint ahogy egy szülő együtt tud érezni, és azonosulni tud a gyerekeivel. Mert hogy a vére, mert hogy a családja. Jézus azt mondja, hogy ti az én családom vagytok, és sokkal, de sokkal inkább azonosulok veletek, mint ahogy te tudnál valahogy a saját gyerekeddel azonosulni. Értitek ezt, és érzitek ezt? És Jézus azonosul velünk, különösen a nehézségeinkben, a fájdalmainkban, a szükségeinkben. Ott van veled, és teljesen azonosul veled. És Jézus tett egy furcsa ígéretet. Mielőtt felment volna a mennybe. Emlékezzünk vissza, mit mondott a tanítványainak, a legutolsó mondata mi volt, mielőtt felment volna a mennybe. Azt ígérte nekik, hogy bizony, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Akkor mondta ezt, amikor így fölszállt a mennybe, és így eltávolodott a szemük elől. Most akkor Jézus, hogy is gondoltad ezt? Tehát, hogy elmész, de hogy velünk vagy? Ezt hogy tudjuk megérteni, hogy tudjuk meglátni? És ezt komolyan mondta, hogy itt van velünk. Valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Van egy régi film, az a címe, hogy Whistle Down the Wind. Egy régi angol film talán, ha jól emlékszem, talán a 60-as években készült. Egy nagyon régi film. Viszont egy nagyon, nagyon mély üzenettel. Éppen ez dolgozza fel, ezt a történetet dolgozza fel. Egy angliai kis faluban, vagy kis községben játszódik, ahol a főszereplő kislány kimegy a pajtájukba, mert pont a cicájukat látja el, vagy valamit ott serénkedik, egyik este, már sötét van, és ekkor így belebotlik egy csavargóba, aki ott húzta meg magát az ő pajtájukba, így a szénabálák közé elrejtőzve. És a kislány teljesen megijedt tőle, egy ilyen nagy, sötét, szakállas alak, és megijedt tőle, és fölteszi a kérdés, hogy hát te ki vagy? És az ember is megijed, és így fölszólal, hogy Jézus Krisztus! Csak így majdnem ilyen káromkodásként jött ki a száján. És a kislány így elszaladt, és utána így forgatta magában, hogy
Jézus Krisztus. Ő Jézus Krisztus. És akkor ugye bement a házba, ott szólongatja a kis testvéreit, és mondja nekik, figyelj, itt van Jézus Krisztus a pajtánkban. Ő tényleg? Tényleg, ő azt mondta, hogy Jézus Krisztus. És teljesen számukra ez nem volt kérdés. Ő volt Jézus Krisztus. És utána az a kislány, utána a gyerek tesóival is így a kis falu összes gyerekét így beavatják ebbe, és elmondják nekik, hogy itt van Jézus Krisztus a mi pajtánkban, és elmennek, oda mennek hozzá, látják, hogy éhes, hoznak neki enni, szomjas, hoznak neki inni, ruhára van szüksége, hoznak ruhát, takarót, teljesen szeretik, és így tisztelik, és így oda vannak érte, mert ő Jézus Krisztus. És tudjátok, mi a durva, ez az ember, ez egy üldözött bűnöző volt, aki gyilkosságért üldöztek. Viszont soha életében nem kapott se irgalmat, se kedvességet, se szeretetet. És ezek a gyerekek komolyan vették azt, amit Jézus mondott, hogy szeressétek úgy, mintha engem szeretnétek. És ennek az emberek megváltozott az élete. Teljesen új ember lett belőle. Azért, mert ezek a gyerekek szó szerint vették Jézusnak a parancsát. Nem csak azt, amit véletlenül ez az ember kimondott a száján, de Jézus parancsát vették komolyan. És egyébként a forgatókönyvet ennek a főszereplő kislánynak az édesanyja írta. És azt szerette volna bemutatni, hogy mi történhetne, ha mi is így szó szerint vennénk Jézusnak a szavait. És úgy gondoskodnánk a szegényekről, az elesettekről, mintha maga Jézus felé szolgálnánk. És sokszor Jézusnak szolgálni, azt gondoljuk, hogy tudjátok, az ilyen nagyon, valami nagyon elvont módon lehet csak Jézusnak szolgálni. Tudod, itt a gyülekezetbe kell jönni, és így nagyon mély, tudjátok, ilyen imádatban, meg ilyen nagyon-nagyon szent dolgokat lehet csak tenni, és akkor így tudunk felé szolgálni. Ilyen nagyon magasztos és nagyon különleges módon. De mit mond Jézus, hogy szeretnél engem szolgálni? Figyelj, akkor ezt megteheted a lehető leghétköznapibb módon. Menj ki, és vedd észre azt, akinek szüksége van rád. Nem tudom, adj éhezőnek enni. Hogyha valaki odajön hozzád a Tesco parkolóban, akkor ne zavard el, hogy jó, menj innen. Hanem adj neki enni, adj neki egy kiflit, adj neki egy péksütit. Vagy hív fel egy barátodat, aki tudod, hogy magányos. Vagy a nagymamádat, akire nem néz rá senki már hetek, hónapok óta. Vagy látogass meg a szomszédot, akiről tudod, hogy kórházba fekszik. Annyi sokféleképpen és annyira egyszerű, hétköznapi módon tudjuk betölteni Jézusnak ezt a hívását. És nagy dolgok ezek? Nagy dolgok ezek? Nem. Tök kis dolgok. De mégis fontos dolgok. És Jézus kihirdette, hogy eljön, hogy eljött az Isten országa. És bár kihirdette, hogy eljött az Isten országa, de még nem látjuk. Valamiért nem látjuk. És azt mondta, hogy figyeljetek, ez egy nagyon különleges dolog, ez egy ilyen kicsibe indul. Olyan pici, mint egy mustármag. Viszont utána szárba szökken, és növekszik hétről hétre, hónapról hónapra. És csak növekszik, és növekszik. És a végén hatalmas lesz, egy nagy terebélyes fal, amivel madra fognak fészkelni a lombkoronájába. Növekszik, mind a mai napig növekszik. Isten országa épül lépésről lépésre. És Jézus erre hív ma téged, hogy élj olyan életet, amiben minden nap építed az ő országát. Engedjétek meg, hogy elmeséljem, hogy egy rászoruló anyuka kapott felajánlásba egy nagy cégtől néhány raklapot tűzifa gyanánt, hogy legyen mivel fűteniük a télen. Még fuvart is sikerült szerezni, és elvinni a kis szerényke otthonához, és ott lepakolni ezt a sok-sok raklapot. Viszont ott állt ilyen nagy gúlába pakolva a raklap, de abból még ugye azt még nehéz eltüzelni. Azt még föl kellett volna fűrészelni. És tegnap egy maroknyi kis csapat, néhány ember fűrészt ragadott, és elment ehhez az anyukához, és elkezdte főfűrészelni ezeket a raklapokat. És felaprították, és fatárolóba behorták ezt a sok-sok faanyagot. És hogyha valaki távolról látta az eseményeket,
akkor csak azt látta, hogy bőgnek irtózatosan azok a motorfűrészek, és ott darabolódnak a különböző raklapok, utána aprítódnak, száll a fűrészpor, és ez a nagy kupac így kezd egyre jobban eltűnni. Valamit így eltüntetnek, valamit így lerombolnak, valamit bontanak. De tudjátok, mi történt valójában? Nem bontottak valamit, hanem építettek. Építették az Isten országát. Néhány juhocska tette a dolgát, és beleállt abba, amit Jézus mondott. És sokszor olyan nagyban gondolkodunk, olyan nagy dolgokat akarunk elérni és létrehozni, de vegyük észre, hogy a nagy dolgokat is ilyen apró téglákból építik. És ne ijedjünk meg a feladatoktól, mert ezek ilyen kicsi, apró feladatokként elvégezhetők. És néha kizúmulunk, mert szeretnénk a nagy képet látni, de Jézus azt mondja, hogy figyelj, zoomolj be, és vedd észre a te apró kis részedet. Vedd észre a te részedet. Vedd észre azt a rászorulót, akinek te tudsz segíteni. Vedd észre azt a szükséget, amit te tudsz betölteni. És fordulj oda feléjük. Fordulj oda csak egyhez. Csak egyhez. És ma hallunk majd egy beszámolót hamarosan. Egy nagyszerű kezdeményezésről. Ugye egy baráti társaság, Angyal Szárnyak néven adományokat visznek erdélyi falvakba és árvaházakba, gyerekotthonokba. És mit tesznek ezek az emberek? Építik Isten országát. Teszik a dolgukat, amit egy kis juhocskának kell. És Isten téged is erre hív ma. Vedd észre, hogy hol tudsz bekapcsolni ebbe a munkába. Nézz körül a környezetedben. Nézzünk körül itt Kistarcsán. Hol tudunk mi? Hol tudunk beleállni ebbe a feladatba? Ki az, aki segítségre szorul? Ki az, aki szükségben van? Figyeljetek, menjünk ki az ajtón, és kezdjük el építeni az Isten országát. Az Isten országát azt nem itt termen belül kell megépíteni, hanem odakint. Menjünk ki, és kezdjük el ezeket az apró feladatokat, ami küldetésünket betölteni. Jézus nem vár tőlünk nagy dolgokat. Figyeljetek, épp ellenkezőleg. Ilyen kicsi dolgokat vár tőlünk. Ilyen nagyon is egyszerű, nagyon is könnyen kivitelezhető dolgokat hív. Egyszerűen csak azt, hogy így lépj hátra az önzésből. Légy nagy lelkű. Lásd meg a szükséget. Lásd meg a jót, és tedd. És segíts ott, ahol tudsz. És bátoríts, és vigasztalj. És támogass másokat. Szóval tegyük ezt. És járjunk jó példával. Tanítsuk erre a gyermekeinket, és mutassuk meg másoknak is, hogy ezt így kell. És így tudjuk építeni az Isten országát. És igazából ez az, amit tennünk kell. Szóval, hogyha összegezhetem és summázhatom Jézus tanításának a jelentését, éljünk így. Így tudunk egy olyan életet élni, amivel készen vagyunk. Amivel készen állunk, és felkészülten várhatjuk az ő visszajövetelét. Építsük Isten országát, és naponta találkozzunk Jézussal a legkisebbek arcában. Amen.